A Magyar Sportcsillagok ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágokban versenyző azon sportolók támogatása, akiknek tanulmányi idejük alatt esélyük van arra, hogy olimpiai, világ vagy Európa bajnoki érmet szerezzenek. Az idei tanév második felében 18 sportág összesen 96 képviselője részesült ösztöndíjban. A Magyar Sport napján megtartott ünnepségen a Magyar Tudományos Akadémián ott volt a Nyíregyházi Egyetem három hallgatója is. Nagyon büszkék vagyunk a hallgatóinkra, hogy nem csak országos szinten, hanem nemzetközi vonalon és világszínvonalú versenyeken képzelik nem csak az országot, hanem a Nyíregyházi Egyetemet is, és ezen belül pedig a Testnevelési Sporttudományi Intézetet. Az ökölvívó Kovács Rihárd ebben az évben világversenyen is képviselheti majd a Nyíregyházi Egyetemet. Most ebben az évben a meghatározó verseny a főiskolás VB lesz novemberben, aztán az uniós EB, majd jövőre lesznek inkább a komolyabb versenyek a kvalifikáció miatt. A diszkoszvető Szikszai Róbert nem első alkalommal részesült az ösztöndíjban. 5. évvel az, hogy én idejárok az iskolába, eddig minden fél évben megkaptam ezt az ösztöndíjat, ami nagyban segíti a felkészülésünket, és a minden nap élethez is egy segítséget tud adni. A harmadik díjazott a kerekes székes vívó Veres Amarilla elmondta, hogy egy világkupa viadalt követően gőzerővel készül majd az év fő versenyére, a szeptemberi Európa-bajnokságra.